vagyunk a Vampol. Hello! Én Fanni vagyok. Én vagy Kriszti, halljátok mögöttünk a zenészeket? Na, tipikus bécsi, nem? Igen, egyébként igen. Ezekkel az állatfejekkel mindenhol ott megtalálhatok, de a Stadtparttól elkezdve, én nem tudom, csak egész belváros. Csomó helyen látom, úgyhogy baromira örültünk, hogy itt vagyunk. Na szóval, itt vagyunk a Vampon. És hogy már mondtuk, hogy a live streamingben nagyon vártuk ezt a napot, és iszonyatos jó témákat hozunk ma nektek. Árucikkeknek, mindegyiknek személyes történet. Igen. És rengetegen vannak, nagyon nagy az érdeklődés, sok a magyar kiállító, aminek személy szerint nagyon örülünk, és hát mutassuk be a Vampot. Szóval gyertek velünk, indulunk. Hello! Vasárnapi művészpiac szavak rövidítéséből alakult ki, de igazából amikor elhatároztuk, hogy Bécsbe is jövünk, akkor gondoltuk, hogy kéne valami más szlogen is, mivel itt Ausztriában ezt nehéz magyarázni, úgyhogy where art meets people, azt találtuk ki. Igen, úgyhogy itt kint ez a szlogenünk. Egyébként 2006 óta van már otthon van, úgyhogy most már idén 11 éves. És igazából azért kezdődött el, hogy a fiatal tervezőknek, iparművészeknek legyen egy hely, egy lehetőség, ahol bemutatkozhatnak és megmutathatják a saját maguk által tervezett, készített termékeiket. Ugye ezek ilyen kis szériás, egyedi divat dolgok, kiegészítők, és ezt nagyon szeretik. Nyilván a tervezők is, hogy van egy ilyen lehetőség, egyre inkább a látogatók, érdeklődők is. És aztán 2013-ban fogalmazódott meg a gondolat, hogy kéne külföldre is terjeszkedni, és nyilván Bécsit ott tettünk be először, illetve azt tudtuk felmérni, hogy itt valószínűleg lenne rá igény, és a magyar tervezők részéről is volt igény, hogy jöjjünk ki, úgyhogy 2014 tavaszán jöttünk először, úgyhogy ez most már a negyedik szezonunk itt kint. Gerek Bauer Ágota vagyok, én vagyok a Lencsi Műveknek a megálmodója. Ez a kis családi vállalkozás, ez 7 évvel ezelőtt jött létre. Akkor született meg a kislányom, és tulajdonképpen az első darabok neki készültek. Ez fejlődte ki magát most már ilyen szintre, hogy az összes vampokon részt szoktunk venni. Tulajdonképpen elég gyorsan, úgymond sikeres lett a vállalkozás, hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy kijárjunk a vasárnapi művészpiacra. Az, amit úgy a baráti társaság is hirtelen elfogadott, és mindenki szeretett volna belőle egyet. Ez nem saját találmány, tehát ezt el kell mondanom, tehát ez egy meglévő dolog. De ez volt az első szány próbálgatás, és akkor utána jöttek a kérések, hogy egy mackót, egy cicát, most éppen az unikornisnál tartunk. Tehát mindig, amit a gyerek éppen kitalál. Nyilván próbálunk a fiúkra is koncentrálni, tehát róka, sárkány, krokodil, kaméleon használok, az pamut vesznek, ilyen designer amerikai, német anyagok, tehát hogy azért színes is legyen, mert vannak ezek a trendi szürke, ilyesmi színek, amik mostanában így nagyon mennek, ezek a skandináv hangulatúak, de a gyerekek mégis a színeset szeretik. I'm from California, and I've been living here for the last 10 years in Vienna. And I would always see a lot of people wearing like shirts with Miami or I Love New York or these typical commercial, shirts that you can see any place, H&M or whatever. And I thought to myself, well, I don't live there anymore. I live here in Vienna, and I decided, well, maybe I'll design something for myself. And I'm also a designer, been a designer for many, many years. And so I started off with Donaustadt because we go there quite often. And then my girlfriend, she's from Heatsink, so she said, wow, that looks really cool, can you make one for Heatsink? And then I said, sure, why not? And then it started to grow and more friends said, can you make one for my district? And we got to about 8 or 9 districts and then we decided, well, maybe we should go to a market. And we had really good success and we decided, well, let's do all 23. And so that's where we're at right now. And we're starting off as a t-shirt company and slowly starting to introduce new clothes like bags and sweatshirts and things like that. Actually, quite a bit of the input for the shirts comes from people within the district. So it's very interactive and we go around and we ask people
you know, what would you like to have on the shirt, or what needs to be or what should not be on the shirt. And we also do research, you know, internet research, and we find out certain phrases, architectural design, things like that. And we just kind of put everything on the table, and it's my job to put all the pieces together and make one nice design. And hopefully I did a good job. Some with English and a little bit of German. Or this like Hanois is Ois. Hanois is Ois. Yeah. Yeah. Very special for that district. I think it's also a reflection of us. I mean, I'm from California. My girlfriend is Viennese. So these shirts sort of represent us, this kind of combination. Amikor elkezdtük, ugye elsősorban a magyarokra támaszkodtunk, illetve itt helyben kerestünk, toboroztunk osztrák tervezőket, és aztán ez szépen elterjedt a híre, és nyilván a környező országokban is egyre több tervező megtudta, hogy van ilyen, és akkor elkezdtek jelentkezni maguktól. Tavaly már összeszámoltuk az egyik versenyon, 10 különböző országból jöttek tervezők. Nyilván főleg a régi országaiból, tehát szlovák, cseh, lengyel, szerb, de akár török dizájnerek is vannak. We make custom-made fountain pens. We are based in Czech Republic, and I think we make one of the most interesting pens in Europe. So I really like this pen. Can you maybe tell us like how it is made, or how did you come up with this idea? Of course, in fountain pens, I make them myself. These are made from solid wood, and. Mostly I make them like custom made, so the customers they choose the color of the grip, they choose the wood, and I supply them afterwards. Like in a month I make them for custom made. The pen is all handmade except the nib. It's German made from a German company called Schmidt, and yeah, every pen is unique, every pen is special. And I think they write really nicely. Én akarok majd kajálni. Sziasztok! Hey! Hey! Eszünk valami? Együnk, igen, na akkor kérlek. What do you like? Chocolate, vanilla, applesauce. What is that Kaiser thing? Applesauce and all right, is that something Viennese? You will get a... Do you know applesauce is typically Viennese? Yeah. Right, yeah. It's applesauce, it's typically. Sounds good. That's what you want. Yeah. Chocolate shot. Hogy a kalóriák nem számítanak, hogyha kilépsz a saját közöttelen kívül. Thank you. Ez a black and white. Ma egy kilóval szerintem minimálisan többen megyünk haza, de nem majd. Oh, you're thirsty for your hash. Let me in. Ugye tudjátok azt, hogy az a hír járja, hogy nagyon sok turista összekeveri Ausztriát Ausztráliával, és mikor ide érkeznek, akkor meglepődnek, hogy bizony itt nincsenek kenguruk. De bementek a turista boltokba, meg ilyen pólókat is nyomtatnak az osztrákok nekik, hogy there are no kangaroos in Australia. Oh, in Austria? Igen, és itt most ezt én is elrondoltam. És nézzétek csak, mit találtunk itt ezen a design vásáron. Ausztrál kenguruból készített kalmász. Ti meg kóstolnátok? Elnétek ilyen hotdogot? Hon szinte csak olyan tervezők vannak, akik nőknek terveznek, mert azt látjuk, hogy a nők fogékonyabbak mind a dizájnra, mind a divatra, mind arra, hogy különlegesebb darabjaik legyenek, akár az otthonukban, akár a ruhatárunkban, úgyhogy nagyon kevés olyan tervező van, aki férfiaknak tervez. Itt Ausztriában egy kicsit azért jobb az arány, tehát azért itt látjuk, hogy a férfiakat is inkább érdekli, de azért nagy általánosságabb összességben elmondható, hogy nyilván olyan 80%-a a látogatóinknak nő, és ezáltal a tervezőinknek is. Meg egyébként az egy nagyon érdekes dolog, hogy sok tervezőnk olyan, aki már eleve ezt tanulta, tehát ilyen szakmát választott, így járt egyetemre és iparművészként végzett. De van egy másik nagy csoport is, akik pályát módosítottak és váltottak,
Általában akkor egyébként, amikor gyerekszületés után egy új élethelyzetbe találják magukat, és akkor dönteniük kell, és már nem akarnak mondjuk visszamenni 10 órába dolgozni egy multiba, és inkább előtérbe helyezik a kreatív énjüket, így az önmegvalósítás előre jön, és akkor kitanulnak valami másik területet, és akár jelentkeznek hozzánk a VAMP-ra. Úgyhogy ez szerintem egy elég meghatározó a VAMP életében, ezek egyrészt a női tervezők is, illetve így a nők vásárlási szokásai, életszakaszai, úgyhogy kapcsolódnak így a dizájnhoz. Imádom a karkötőket, az egyik kedvenc ékszerem egyébként, és most elcsíptam egy gyönyörű karkötőket készítő dizájnert, úgyhogy most vele beszélgetünk egy kicsit. Mesélni egy kicsit magadról a termékekről, hogy ez hogy indult, illetve hogy minden vampon itt vagy? Általában minden vampon ott vagyok, igen, nekik köszönhetem tulajdonképpen, hogy megismert a közönség. Szuper! Én jelmeztervezőként kezdtem az életemet, és úgy hozta a sors, hogy sérült fiam füleket, és otthon kellett dolgozzak. Voltam vele, és hogy mit csináljak, mert sehova nem kellett, de mindenki meghallotta, hogy sérült gyerekre, mondta, jó ég volt, beteg lesz, akkor nem. Úgyhogy külsős múzeumpedagógusként dolgoztam az Iparmesteri Múzeumban, és ott különböző projektekben vettem részt, ahol ilyen redesign dolgokat találtunk ki, és ebből alakult ki a gyerekeknek készült dolgokból az, ami aztán ilyen design termékek vált, és hát az igényesebb vásárlók számára is, de a webshopjaimat ugyanúgy megtartottam. Aha, mert nagyon tetszik, hogy látom, hogy rajzok vannak rajta, illetve írások, ezt meg is fog mutatni a kamerának, hogy így néznek ki. És akkor ezeket így mi van ráírva, vagy hogy? A barátainak a neve van ráírva, a jó hieroglifákat ír, hogy rá kell tenni, de nagyon dizájnos, nagyon tetszik. Tehát ez a darazsos, az arról szól, hogy őt megcsípte a darázs, és azóta minden, ami tehát így vezeti le a félelmeit, hogy ilyen repülő rovaloktól, hogy lerajzolja, és akkor ővel levezeti. Bármi baja van, vagy bárminek körül, akkor ő ezekkel a rajzokkal vezeti le. Egy ilyen vásárlási alternatívát próbálunk megvalósítani, hogy az olcsó, sokszor méltatlan körülmények között gyártott tömegtermékek és a nagyon drága luxus márkák között van egy középút, és a látogatók egyre inkább értékelik, hogy azért ez mégiscsak kis szériába egyedileg készült, nincs belőle olyan sok. Ha itt vesz valamit, az nem biztos, hogy az a ruha szembe fog belejönni az utcán. Illetve, hogy a vásárlási élmény azért nagyon más egy ilyen vásáron, hogy közvetlenül személyesen találkozhatsz a tervezővel, elbeszélgethetsz vele akár arról az adott termékről is, hogy alakult ki, akár mik a tervek, akár befolyásolhatod is a véleményeiddel az új kollekciót. Tehát ez teljesen más, mint bemenni egy plázába, egy nagy áruházboltjába is lemenni a polcról. Én Beatrix vagyok, és Budapestről jöttem. Kamu márka név alatt készítek ruhákat. Immáron 10 éve. Tulajdonképpen 10 éve létezik, és alapkoncepciója a fényképek, a formák, motivumoknak a összehozása. Mindig saját készítésű fényképekkel dolgozom, és hát alapvetően szezonról szezonra különböző témák jöhetnek itt szóba, amiket összegyűjtök előző meg konkrétan készült fotózásokból. Aha, mert láttam itt őszre is vannak már olyan ruhák, ami például levelek vannak, de láttam olyan, amit hegyek vannak. Igen, alapvetően vagy természeti motívumokat, vagy ilyen város. Aha, igen, azt láttam, Budapestről sok van. Budapestről sok, persze, hát szeretem magam is árulni őket, mert ez egy azonnali visszajelzés arról, hogy jó-e az az adott ruhadarab, tetszik neki, megfogják, megvásárolják. Alapvetően a városképeseket nagyon-nagyon kedvelik. Vagy a kombinós táskát, tehát ezt inkább Budapesten, meg trollis ruhákat, vagy szoknyákat. De ugyanúgy sokan pedig csak a természeti motívumokat tudják elképzelni. Én személy szerint megtalálom a
tökéletes szuvenír, amit én Bécsből a kollégáimnak vinnék. Majd úgy látom, nem tudjátok rólam, de én a pszichológia irányából indultam el, és most úgy tudom, hogy YouTube-on is blogolok. És a párnát, amit találtam, nézzétek csak, bemutatom nektek a párnát és az alkotót, tudjuk. Okay, ich bin Susanne Klobasser aus Wien. Ich bin eigentlich Kostümdesignerin, aber vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, die Firma Pillow Therapy zu gründen und habe dieses Freud-Motiv erfunden, das ich auf Kissen sticke und auch drucke mit Siebdruck. Und ja, und daraus ist eine ganze Serie von Kissen und Polstern geworden, die man auf meiner Website Pillow Therapy anschauen kann. Sigmund Freud ist halt wirklich, das gehört so zu Wien wie, weiß ich nicht, der Stephansdom oder das Riesenrad. Und ich habe einfach die Idee gehabt, ich wollte was mit Freud machen. Und für mich sind diese Polster einfach eine witzige Geschichte. Das ist ein nettes Souvenir, das man aus Wien mitnehmen kann. Das ist auch ein beliebtes Geschenk für Therapeuten und Analytiker. Und mir macht es einfach Spaß. Aber ich habe das dann auch ausgeweitet und andere. Ich versuche Polster zu machen mit ein bisschen Background, mit ein bisschen eine Mischung aus Humor und Tiefgründigkeit. Das ist mein Anliegen bei der ganzen Geschichte. A betonból készült, amúgy Szentendréről jövünk. Ez már a második vásár, amit itt. Bécsben? Jó ez a vásár, és én imádom Bécset, imádom a bécsi magyarokat, főleg nagyon sokan voltak. Úgyhogy, és ez mind otthon készül nálunk, csináltunk egy kis műhelyt a garázsba. Tehát ezek beton? Ez beton, ez egy finomított beton, ugye ezt anyagába színezzük. Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez hogy van? Anyagába színezzük, ugye ez gyakorlatilag ez a natúr anyag, ez vissza is van csiszolva, ez ilyen teradzó. Féle. Ezeken már van egy ilyen műgyanta bevonat, hogy még tartósabb legyen, de... Ezt a párot készítik? Igen, igen. És te is segítkezel, vagy ezt így? Hát nekem egy másfajta betonos vállalkozásom van, milyen díszburkolatokat csinálunk. Múlik nagyon sok, hogy tudod formába önteni, mert itt van, amit ugye a foglalatba beleöntünk, tehát ugye ez tényleg egyesével kerül bele az alapanyag, illetve vannak olyanok, amiket egy sablonba öntünk bele, és még mielőtt megköt az anyag, ugye ezeket a foglalatokat bele tudjuk rakni, és ez beleköt, nem is kell ragasztani, szóval nagyon kezelhető, könnyű anyag. Párom sokáig a konyhába csinálta, de aztán amikor a kávés kanálon már nagyon sok beton volt, akkor azt mondtam, hogy ez így nem mehet tovább. Igen, de tényleg itt abszolút a designer fantáziája szab csak határt. Olyan színre készítjük, amilyenre akarod. Ezeket a foglalatokat ugye nagyon sok helyről össze lehet vásárolni. Gyakorlatilag ilyen még a szempilla, spirál, port is bele lehet rakni. Van, amiben ugye ilyen aranyfóliák, meg tehát, hogy ezek mind egyes éveink is fogpiszkálóval. Szóval nagyon jól el vagyunk otthon. Mindenkinek ajánlom. Igen, megkipróbáljuk. Az, hogy nagyon gyorsan elment ez a nap, és megfagyunk. De igen, az az igazság, hogy hányadika van? A szeptember, kettő. Másodika van, és nem tudom, de nagyon hideg van. Te hozzátartozik a történethez, hogy két nappal ezelőtt, mikor forgattunk, még nagyon meleg volt. Igen, 30 fölött, most meg nagyon hirtelen hideg lett, de ez nem szekte a kedvét a sok embernek, hogy kijöjjenek a vásárra. Mi nagyon jól éreztük igen. Magunkat, hihetetlen emberekkel találkoztunk, elképesztő dizájnerekkel, elképesztő sztorikkal, és vásároltunk is én egy dolgot, de tudtam volna sok mindent, csak már gondoltam, hogy elég egy dolog, már ha beindulok, akkor én egy ilyen fülbevalót vettem. Ez volt az a kézműves egyébként, aki a beton ékszer, tehát betont fogok a fülemben hordani. Fanny, te mit vásároltál? Én nem tudtam leállni, de igen, most kellett visszatartani magam, hogy ez se lehet. Fannyt lefogtuk a tártól, hogy ne! Mert ugye én vettem magamnak is, és vettem ajándékba, és vettem pólókat, vettem fülbevalót, vettem nyakláncot,
A pólók az nagyon jók, azt mutattuk, hogy a kerületes pólókat. Ahol én most itt Bécsben lakom, annak a pólóját vettem meg, és ugyanúgy egy, a betonékszer, az így rabul ejtett minket. Igen, én nagyon jól éreztem magam, jó tettünk. Ti is jól éreztétek magatokat, hogy át tudtok adni ezt a hangulatot, amit, mert hogy ez itt fergeteges, én azt gondolom. Nagyon jó hangulata van, és ne felejtjétek, hogy október 7-én lesz még egy, van itt kint. Reméljük jó idő lesz, és nem lesz ennél hidegebb, és akkor ki tudtok jönni, és azt se felejtsétek, hogy minden évben rendeznek itt kint Vampot, és Pesten is, tehát utána tudtok nézni a Facebook oldalukon, hogy éppen hol van verset, és érdemes felkészülni pénzileg, anyagilag, mert az a baj, hogy annyi jó cucc van, hogy komolyan mondom, ide lottónyereménnyel kell jönni, mert nem azért, mert drága, mert egyébként baromi jó árak vannak, hanem hogy mindent megvenne az ember. Mindent, főleg akkor, hogyha tudja a történetét számomra, ez volt az egyik legnagyobb üzenete ennek a napnak, hogy bármilyen tárgyra ránézel, bármit a kezedbe fogsz, mindennek egy saját kis élete van. Legyen az egy kis cica, amit egy anyuka vart, és azt tartotta a fejébe, hogy a saját kislánya minek körülne, mi az, ami praktikus, vagy legyen ez egy karkötő, amit egy nagyon-nagyon nehéz sors keltett életre. Ittől éreztük magunkat, reméljük, hogy ti is, és tartsatok velünk legközelebb is. Üdvözletünket küldjük Bécsből, a Múzeum Quartierről, a Vampról. Sziasztok! Sziasztok!